Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. A Bonyhádi Sportcentrum szervezett véradást. Gyógynövénygyűjtésre hív a német önkormányzat. Nemzetközi zenei ösztöndíjat nyert Havasi Kristóf. Színes programokon vehettek részt a gyerekek a Völgységi Múzeum táborában. Véradást szervezett a Bonyhádi Sportcentrum. A nyár egy különlegesen nehéz időszak a véradó állomások számára, hiszen ilyenkor a legtöbb ember a szabadságát tölti, vagy éppen elutazik valahova. A vérre azonban ilyenkor is szüksége van a rászorulóknak, ezért állt Köllő Roland a nemesügy mellé. Nyári véradást tartottak Bonyhádon, a Percel kúriában. A szervezők a Vöröskereszt számára is nehéz időszakban nyújtottak segítséget a levett vérmennyiséggel. A Bonyhádi Sportcentrum, ugye a sport és a mozgás Bonyhádi felelőse, próbál az egészséges életmódban is segítség lenni az embereknek. És pár évvel ezelőtt kikeresett minket a vérlátószolgálat, illetve a Tolna megyei Vöröskereszt, hogy próbáljunk meg közösen véradást szervezni. És nagyon szívesen tettük ezt, hiszen megpróbáltuk megszólítani a sportolókat. Ugye az első véradásunkra még a sportcsarnokba került sor. És kimondottan a sportolókat próbáltuk meginvitálni, hogy jöjjenek el, segítsenek vért adni. Nehéz egyébként ebben az időszakban rájuk hatni ilyen szempontból, hiszen elkezdődött nekik is a versenyidőszak, és ilyenkor nem szívesen ad senki sportolóként vért. Ugyanakkor viszont nagyon nehéz is a dolga a vérellátószolgálatnak, meg a Vöröskeresztnek is, hiszen a nyári szabadságolások miatt szükséges vérmennyiséget mindenképpen össze kell szedni, és a szabadságok miatt nehéz a dolguk. Gyakorlatilag ilyenkor is össze kell szedni ezt az 1600-1800 egységnyi vért, amit normál időben össze tudnak szedni, de mindenki nyaral ilyenkor, tehát nehéz. És ebben próbálunk mi segítséget nyújtani, hogy az intézményünk is valahogy részt vegyen ebben. Említettem, hogy a korábbi véradások a sportcsarnokban kaptak helyet, de amióta hozzánk került a Percel kúria, és ilyen szépen fel lett újítva, ez egy szép környezet, úgyhogy ilyen ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberek ide egy szép környezetbe tudjanak vért adni. A szokásos véradásokhoz képest nyilván nem sikeres, hiszen az előbb említettem, hogy kevesen az emberek nyaralni vannak. Hogyha vehetjük, hogy normál esetben szeptember hónapban olyan 200-250 ember alatt vért Bonyhádon, egy kétnapos véradáson, addig ide csak ilyen 10-20, maximum 30 ember szokott eljönni, de ez is nagyon sokat számít, hiszen a betegek, illetve a műtétre várók nagyon várják ezt a segítséget, úgyhogy mi szívesen segítünk ebben. Jobb adni, mint kapni, tartja a mondás. A véradók mindegyikét azonban örömmel tölti el, amikor megkapják a hírt, hogy valakin segíteni tudtak. Ugye én is rendszeres véradó vagyok, hál' Istennek büszkén vallhatom. Ma adtam volna 42-szer vért, de sajnos nem tudtam adni egy júniusi műtétem miatt. De gyakorlatilag ugye, amikor vért adok, akkor önmagában véve az, hogy ez egészséges dolog a véradás, ez csak egy dolog, de utána, amikor az ember megkapja azt az SMS-t a vérellátószolgálattól, hogy kivitték a vérét és tudott segíteni, kivitték a vérét egy betegnek vagy egy műtétre várónak és tudott benne segíteni, az annál felelőbb érzés nincsen szerintem. Vannak olyanok, akik egy gyerekkoruk óta úgy neveltek, hogy tudatosan nyújtsanak segítséget a rászorulóknak. Nekem az a második véradásom az életemben, ugye, és úgy vagyok vele a véradással, hogy a családom is, anyukám rendszeresen vért adott, amikor volt rá lehetősége, és igazán hogy olyan személy is vagyok, aki szeret segíteni így az embereken, hogy a társadalom is jobb legyen, és példát mutassak arra, hogy a mai korosztályonak, ami ugye az én korosztályom, hogy ők is valamilyen fel segítsék az emberiséget, és úgy voltam vele, hogy akkor jövök másodjára is. Szeretnék mindig vért adni, de időközönként ugye, csak ugye Bonyhádon most volt ez az első ilyen lehetőség, ahol láttam, hogy lehet vért adni. És igazándiból akkor mondom, hogy akkor eljövök vért adni, és akkor így tudok segíteni olyan személynek, aki szüksége lesz rá majd. Sétáltam a sportcsarnok felé igazándiból, és ott láttam a plakáton, hogy véradás, és akkor mondom, jó, akkor megyek. És úgy voltam vele, hogy akkor adok vért. A sportolókra és a ritka vércsoporttal rendelkező személyekre hatalmas szüksége van a véradó állomásoknak. Családomban még nem volt senkinek szüksége, mert nem tudom, hogy milyen vércsoportba tartoznak ők, de ha kellene adni, akkor
én lennék az első kijelentkező, hogy itt vagyok. Jöjjenek vért adni minél többen, tényleg segítséget is, meg tudnak segíteni az embereken utána, meg lelkiismeret is jobb ilyenkor, hogy valamit adott egy olyan embernek, akinek szüksége lehet rá, és hogy többen adjanak vért, én azt mondom. Én amikor megkaptam az első a véradásra, amikor tudtam segíteni, nagyon boldog voltam, hogy életet mentettem ezzel, és hogy tudtam neki vért adni ezzel annak a személynek, ugye. Szóval megörültem neki, akkor amikor megkaptam ugye az üzenetet. A környékbeli véradásokról a Magyar Vöröskereszt honlapjáról is lehet értesülni. Idén is lesz gyógynövénygyűjtés. A már hagyománynak számító programot a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezi meg augusztus 13-án, szombaton. Az érdeklődők reggel 9 órakor indulnak Grábócra, ahol cickafarkat, orbáncfüvet vagy varádicsot is szedhet meg, hogy aztán csokorba kötve a plébános megszentelje, majd otthon elhelyezve az védelmezze aztán a házat. Egy kis ízelítő a tavalyi gyógynövénygyűjtésből, akkor is sokan összejöttek a Grábóczi réten. A programot a Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is megszervezi. És ez egy nagyon régi katolikus német hagyomány szokás, amit úgy tudom Bonyhádon elevenítettünk fel első alkalommal az egész országban közel 20 éve. Egy cikói könyvben, a Kiszler Ilonka néni könyvében olvastam először a gyógynövényszentelésről, és ez annyira megtetszett. Ezen kívül Pap Éva készített egy kis füzetet erről, és ez annyira új dolog volt számomra, és úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes lenne újból feleleveníteni, és a Kránclány táncosokkal ezt megtettük, mégpedig a Zommerfest keretein belül. A Zommerfestet nem minden évben tartjuk meg, hanem 2-3 évente. Tavaly volt az első alkalom, hogy nem szerveztünk Zommerfestet, de a gyógynövénygyűjtést azért megszerveztük. Következő alkalom pedig 2024 lesz, amikor egy nagy rendezvényt szervezünk Bonyhádon, ugyanis 1724. augusztus 1-én kötött letelepedési szerződést Kun Ferenc a Bajorországból Frankrészről érkező németekkel. És a frank részen is hagyománya volt a gyógynövényszentelésnek, nem csak a frank részen, hanem az egész dél-német vidéken, Bajorországban, Baden-Württembergben, Ausztriában, sőt még Svájcban is, és ezeken a vidékeken még ma is aktív ez a hagyomány, még ma is ápolják, és a gyógynövényeket csokorba kötve elviszik a templomba, ahol megszentelik. A német önkormányzat elnöke elmondta, hogy nem csak a hagyományok életben tartása miatt fontos ez a program. Nem csak azt szeretnénk, hogy a bonyhádiak őrizzék ezt meg és adják tovább, hanem ez ismerté váljon minél szélesebb körben. És az is fontos, hogy a növényeknek a gyógyhatásait megismerjék a gyerekek. Tudják meg azt, hogy a csokorban milyen növényeket teszünk, és annak milyen hatásai vannak, gyógyhatásai vannak. És én úgy gondolom, nem csak az mezőn szedett gyógynövényeket kellene újra megismerni, hanem ennél sokkal szélesebb körben azokat a növényeket, amiknek gyógyhatásai vannak, amiket fel lehet használni akár otthon a főzésnél, vagy teakészítésnél, hiszen tudjuk, hogy régen nem voltak orvosok. Az asszonyok járták a mezőt, és különböző teákat készítettek a növényekből, és jó lenne, hogyha ezt újból felelevenítenénk, és látok azért erre kezdeményezéseket, és jó lenne, hogyha ez minél szélesebb körben megvalósulhatna. Cikón 22 gyógynövényt kötöttek egy csokorba, és már korábban elmentek az asszonyok, a lányok a mezőre, és gyűjtötték a növényeket, mert ugye ezek a növények nem egyszerre virágoznak, és időbe tellett, még mindent összegyűjtöttek. Akkor ezeket csokorba kötötték, és augusztus 15-én Mária mennybe menetele ünnepén elvitték a templomba, ahol megszentelték. Cikón egy-egy család három csokrot kötött, és egyet a szobába, egyet az istálóba, az állatokhoz, egyet pedig a padlásra helyeztek el. Úgy gondolták, hogy ennek olyan hatása van, hogy megvédi őket a villámlástól, a betegségtől.
Idén augusztus 13-án szombaton rendezik meg ezt a programot. 9 órakor indul egy busz az előre jelentkezőkkel, de azokat is várják, akik saját autóval mennének ki a helyszínre. Ide jövünk Grábócra, erre a kis szép településre, és itt fogjuk összegyűjteni a növényeket, a növények nagy részét. Előtte már elmegyünk és felfedezünk más növényeket is, mivel minden itt nem található Grábócon, és utána elmegyünk Bonyhádra, a művelődési központban csokrokat készítünk, elmagyarázzuk, hogy milyen a növényeknek milyen gyógyhatása van. Itt lesz velünk még Pap Éva, aki a füzetecskét írta ebben a témában, és ő fog elmondani minden hasznos információt ezekről a növényekről. Szombat után pedig vasárnap 10:30-kor a német nyelvű misén kerülnek megszentelésre ezek a csokrok. Utána pedig mindenki hazaviheti. A német önkormányzat egy rajzpályázatot is kiírt a témában, Mi jut eszedbe a gyógyfűcsokorról címmel. Szeretnénk, hogyha minél többen küldenének be különböző technikával elkészült rajzokat, amiket később majd értékelünk, és mindenki kap majd egy ajándékot is. A rajzok beküldési határideje szeptember 30-a, majd az online szavazás után október 4-én lesz az eredményhirdetés. Brüsszeli Zeneművészeti Egyetemen folytathatja tanulmányait a bonyhádi Havasi Kristóf. Egy nemzetközi ösztöndíjnak köszönhetően a szeptemberben induló tanévet már a külföldi iskolában kezdi meg. A 3 éves képzést követően szóló és kamarakoncerteken szeretné bemutatni zenei tehetségét, majd tudását továbbadva tanítani is szeretne a jövőben. Szeptembertől külföldön folytathatja tanulmányait Havasi Kristóf. A 18 éves bonyhádi tehetséges fiú kiskora óta szaxofonozik. A zene iránti szeretetét családjától hozta, hiszen nagyapja és édesapja életét is átszőtte a muzsika. Tanulmányait is ebben az irányban folytatta, sőt az iskolás évek alatt számos versenyen meg is mérettette magát. A nagyapám volt zenész, a bonyhádi zeneiskolában tanított trombitát, és a bonyhádi fúvózenekar karmestere is volt egyben. Viszont a trombita mellett sok más hangszeren is játszott, klarinéton, hegedűn és ugye szaxofonon is. És amikor átmentem kiskoromban a nagyszüleimhez, akkor mindig elővette nekem és játszott a különböző hangszereken. És ugye, mint említettem, volt ugye egy zenekara, ahol édesapám szaxofonozott, és így találkoztam magával a szaxofonnal. 6 éves koromban iratkoztam be a zeneiskolába, itt Bonyhádon, és utána 14 éves koromban kezdtem el a Budapesten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolát, és oda jártam 4 évig. Hát azt kell röviden tudni erről az iskoláról, hogy egy gyakorlatilag zenei szakgimnázium, tehát ugyanúgy vannak olyan óráink, mint egy gimnáziumban, viszont emellett van csomó zenei tantárgy is. Amikor ide jártam általános iskolába, akkor elkezdtem versenyekre járni, mert akkor is fontosnak tartott a tanárom, hogy találkozni a többi szaxofonossal, megismerteti magamat a zsűrivel, és kipróbálni magamat ilyen helyzetben, az nagyon fontos. Ezért voltam, jól emlékszem, megyei, regionális és országos versenyen, és mindegyiken sikerült első helyezést elérnem még itt általános iskolában. A konzis évek alatt jártunk több nemzetközi versenyre is, voltunk Szabadkán egy nemzetközi versenyen, Varazsimban, ami Horvátországban található, mind a kettőn első helyezést értem el, és online versenyeken is részt vettünk, ugye a karantén alatt megjelent ez a fajta versenyzés is, hogy videót vettünk föl, azt kellett beküldeni, és utána azt nézte meg a zsűri, úgyhogy küldtünk egy videót Ukrajnába, ahol megint csak sikerült első helyezést elérnem, és még egy nemzetközi versenyre, a Concertino Prága versenysorozatra, ahol a legjobb 6 versenyző közé jutottam, és így kaptam egy koncert lehetőséget kint Prágában. Kristóf gyerekkora óta tudta, hogy a zene iránti szeretete el fogja kísérni egész élete során. Kiskoromban akkor is már tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de akkor is mindig egy kikapcsolódás volt, és most is így érzem, hogy a konzis évek alatt ez így megmaradt,
hogy kiszabadultunk az órákból, nem kellett már az iskolapadban ülni, és akkor jön a felszabadult kis gyakorlás, akár a többiekkel játszottunk egy kicsit, vagy szórakoztunk ugye a hangszereken, szóval egy kikapcsolódás jelent számomra. Én elsősorban klasszikus zenével foglalkozom, azt játszok, azt gyakorlok, viszont megpróbáltam a jazzt is, mert nagyon szerettem hallgatni, és nagyon tiszteltem azokat, meg szerettem társaim közül is, aki jazz játszott. Ezért kipróbáltam, hogy nekem hogy megy, ilyen fakultáció szintjén 2 évig a konziban, viszont azt éreztem, hogy nem annyira van ahhoz érzéke, mint például a klasszikushoz, és kevesebb idő is jutott ugye a klasszikus mellett, tehát arra azért ugyanannyi időt rá kéne szállni, hogyha azzal úgy szeretnék haladni, mint a klasszikus zenével, ezért maradtam a klasszikus szaxofonnál. A következő tanévet Kristóf már a Brüsszeli Zeneművészeti Egyetemen fogja megkezdeni, amit egy ösztöndíjnak köszönhet. Ez a Stipendium Peregrinum ösztöndíj, ez, ha jól tudom, akkor 3 éve indult, és én egy bonyhádi ismerősömtől hallottam erről az ösztöndíjról, aki szintén elnyerte ezt, és Amsterdamban tanult, ő nem zenész, viszont ő is ezt a lehetőséget igénybe vette, és ezzel tudott egyetemen tanulni külföldön. De utána rákerestem az interneten, és ott is rengeteg mindent lehet róla találni. Azt kell róla tudni, hogy van egy pályázat, amit be kell adni, meg vannak a kérdések, amire ilyen esszészerűen kell válaszolni, versenyeredményeket feltölteni, és egy bemutatkozó videót. És miután ezt beküldtük, ezt egy zsűri megnézi, és kiválasztanak minden évben más, idén 49 embert választottak, aki bekerül egy táborba. Ennek a tábornak az a lényege, hogy csapatokba osztanak minket, és minden csapatnak van mentora, aki figyeli, hogy dolgozunk, és vannak csapat és egyéni munkák, amiket az egész tábor előtt kell prezentálni, és az alapján próbálnak minket pontozni, bírálni, és majd ebből a 49 emberből választottak ki 23-at. Nagyon sok élményt, sok barátot szeretnék szerezni. Már voltam kint egy hónapja, amikor meghallgattam a diplomákat és megismerkedtem a tanszakkal, és nagyon szeretem, nagyon jó fejek. Megismerkedtem a tanárokkal is, az egyiknél már voltam órán, viszont a másikat azt csak így interneten keresztül ismertem meg, és beszélgettem vele is, és nagyon megnyugtató volt. És emellett még azt várom, hogy nagyon sokat tudjak szakmailag fejlődni, hiszen két nagyon-nagyon jó professzorhoz kerültem be, és nagy lehetőség. Az álmom mindig is az volt, hogy valahogy a zenével dolgozzak valamilyen formában. Nagyon szeretnék szólókoncerteket játszani, valamint kamarakoncerteket is majd felnőttként, viszont mindig is nagyon vonzott a tanítás. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy egy középiskolában vagy akár egyetemen tanítanám a szaxofon, és emellett járnék akár versenyekre, és emellett koncerteznék. Az ifjú zenész szabad idejében szívesen sportol. Már kiskoromtól nagyon szerettem a sportokat nézni és játszani is egyaránt. Ezért kiskoromtól mindenféle sportra jártam. Úszással kezdtem, aztán atlétikára jártam, és ha jól emlékszem, akkor 6-os vagy 7-es volt, amikor elkezdtem kosarazni, és az fogott meg igazán. Szóval mai napig szoktunk most már csak a barátokkal kosarazni, de mindenféle sport vonz. Kristóf izgatottan készül az egyetemi évekre, nagy dolognak tartja, hogy külföldön tanulhat tovább. A biztos siker érdekében pedig minden tőle tehetőt megtesz. Angol nyelvtudása mellett majd egy éve francia nyelven is elkezdett tanulni, hiszen a brüsszeli iskolában szükség lesz majd erre a tudására is. Kavicsfestés, batikolás, fazekaskodás, kirándulások, előadások, ezek mind-mind a részei voltak a Bonyhádi Völgységi Múzeum által szervezett gyermektábornak. A sokszínű programoknak köszönhetően a diákok örömmel vettek részt ezen a nyári elfoglaltságon.
Ez az indiai citromfű. Ez nagyon jó, hagyom a... Ez van anyukámnak. És ezt rakja mindig a ruhára, hogy a szűnyogok ne jöjjenek. A gyógynövényekkel és használatukkal is megismerkedtek a gyerekek a Völgységi Múzeum által szervezett nyári táborban. A szervezők igyekeztek minél érdekesebb, változatos programokkal lekötni a diákokat, törekedtek arra, hogy az előadásokkal és a kirándulásokkal bővítsék a gyerekek tudástárát. A hétfőtől péntekig tartó napközis táborba örömmel jöttek el a fiatalok. Voltunk Závodon, voltunk a Tűzoltó Múzeumban is, és ott beleülhettünk egy kocsiba, és a régi tűzoltósági kocsikra ráülhettünk, és felvehettünk sisakokat. Jerkovics Réka azt is elmondta, hogy neki a fazekas foglalkozást tetszett a legjobban. Mert ott megtanították, hogy hogy kell kézzel agyagozni, és ott csinálhattunk olyan... agyagot, amilyet mi szeretnénk. Vértes Védának a kézműves foglalkozások voltak a kedvencei. A kedvencem az a batikolás volt, az hétfőn volt, és nagyon tetszik a tábor, meg kézműveskedünk nagyon sokat, és az tök jó. Csináltunk pólókat, és azt így össze kellett gumizni, és arra festéket kellett rá önteni. A gyógynövények világába Fricsi Bottyán Noémi kalauzolta el a kicsiket, akik aktív közreműködői voltak az előadásnak. A gyógynövényekről hallhattak egy kis ismertetőt, úgy általában ami a legismertebb gyógynövények a kertben, illetve az otthonunkban, illetve fűszernövényekről is egy kicsit. Nagyon távol kerültünk a természettől, tehát minden, ami körülvesz minket, az mesterséges, és szerintem a gyerekek az a potenciál, akik meg tudják ezt újra változtatni, és újra vissza tudnak találni a természethez, csak ebben segítséget kell adni nekik. Ugye az a generáció már nincs meg, aki meg tudja tanítani a természetközeliségre őket, úgyhogy így apránként vissza lehet szoktatni őket, hogy igenis a természet az, ami segít nekünk nagyon sok mindenben. Volt olyan gyógynövény, illetve fűszernövény, amelyet ismertek, mert otthon mondjuk a kertben is van, főleg akinek családi háza van, és most már ezt így örömként mondom el, örömhírként, hogy egyre több családi házban kis kertek, veteményes kertek, gyógynövényes kertek is vannak, úgyhogy van, amit ismertek, van, amit nem annyira. De a gyerekek mindig nagyon okosak és ügyesek, úgyhogy megtalálják a válaszokat mindig. Hoztam nekik citromfű mentaszörpöt, illetve bodzaszörpöt, megszagoltuk az illóolajokat, illetve a hidegen sajtolt olajokat is, aminek volt illata. Szoktam szappanokat készíteni, azokat is megszaglázták, illetve mákot bontottunk föl, ez már csak ilyen kis kuriózum volt, mert azt a gyerekek nagyon szeretik, és kiszórtuk a kis mákszemeket, illetve a hagymának a virágát hoztam, ami már magba ment, és azt potyogtattuk ki. Úgyhogy ezeket nagyon szeretik, ezeket a dolgokat. A két turnusból álló tábornak ez volt az első állomása, és minden előre eltervezett programot meg is tudtak valósítani a szervezők a gyerekeknek. A hétfőn volt egy múzeumi napunk, amikor itt a múzeumnak a gyűjteményét mutattuk meg. Ez egy ilyen hangolás volt, hogy a gyerekek is egy kicsit jobban megismerjék egymást, a csapattá kovácsolódjanak. Ugye ez most egy meglehetősen családias tábor, az első két napon 20-an voltunk, az utolsó három napon pedig 12-en. És megmutattuk ugye a múzeumnak a gyűjteményét, egy kicsit mindenki hangolt lélekben, hogy mik ezek a régi tárgyak, mire valók, egy kicsit az örökségnek az illatát felszívtuk. Aztán utána indultak a túrák, ugye kedden elmentünk Závodra, megnéztük a fakverkházakat, körbesétáltunk a településen, igyekszünk minél több kézműves foglalkozást tartani, most a háttérben éppen Bottyán Noémi tart egy gyógynövényes foglalkozást. Ennek a hétnek az volt a célja, hogy a gyerekek minél több élménnyel gazdagodjanak. Tehát ne csak abban a környezetben legyenek, ahol mindig is vannak, hanem igyekeztünk egy kicsit kirobbantani őket a komfortzónájukból, egy kicsit újat mutatni nekik, hogy olyan tárgyakat fogjanak, próbáljanak ki, használjanak, olyan mesterségekkel ismerkedjenek meg, amiről valahol tudat alatt tudnak, de például, hogy egy kádár mit csinál, egy bognár mit csinál, ezt nem feltétlenül tudnák maguktól megmondani, viszont így, hogy látják a tárgyakat, kézbe fogják őket, megértik, hogy ezek hogyan készülnek, talán kapnak egy kicsit olyan tudást, egy olyan szemléletmódot, ami később is jól fog jönni nekik az életben. Illetve hát most már így három nap elteltével látszik az, hogy még hogyha nem is tűnik úgy, hogy mindig mindenre odafigyelnének, rengeteg információ megmarad. Tehát ezek a napok, ez nem veszik el.
tegnap előtt voltunk Závodon, tegnap voltunk Mecseknádasdon, most megint egy kicsit a múzeumban fogunk összegyűlni, ugye most hamarosan átismertünk a pincetárlatra, amit nem szoktunk állandóan megnyitni. Ott ugye nyáron rendkívül kellemes a klíma, illetve ott is vannak régi mesterségekhez kapcsolódó dolgaink, amik megint talán egy kis pluszt adnak a gyermekeknek. Pénteken pedig Bátorpátiba fogunk ellátogatni, amit már mindannyian nagyon várunk, és akkor ezzel zárjuk az idei első táborunkat. A pincetárlatnál jobban csak a padlástúrát várták a gyerekek, amire ígéretet is kaptak a múzeum dolgozóitól, így a tábor utolsó napján felmehetnek majd a múzeum tetőterébe is körülnézni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!